Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Ma esti vendégem a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonság és földhivatali főosztályának vezetője, Szibert Gergely. Jó estét, üdvözlöm. Tisztelettel köszöntöm én is a nézőket. Boldog új évet kívánok. Én is boldog új évet kívánok. És ahogy itt vagyunk, annak az az oka, hogy ilyen tájt értelemszerűen kíváncsiak vagyunk arra, hogy az ünnepeink után a célellenőrzések élelmiszerbiztonsági szempontból miként zárultak, hiszen a karácsony és a szilveszter, az új év, ez frekventált időszak az önök számára is. És hát értelemszerűen, hogy az élelmiszerbiztonság és minőségi követelményeknek ebben az esztendőben, az esztendő végén miként feleltek meg a forgalmazók. Így van, hatóságunk életében ez a decemberi időszak mindig a téli kiemelt célellenőrzés időszaka. Ilyenkor természetesen azokra az élelmiszerekre, illetve élőállatokra koncentrálunk, ami ilyenkor a legnagyobb forgalmazásra kerül. Tehát bárányszállítás, élőhalszállítás, illetve sertésszállításokat ellenőrzünk, és emellett természetesen mind a forgalmazásban, mind a vendéglátásban, illetve az a téli élelmiszer előállításban is kiemelt ellenőrzéseket végzünk. Ilyenkor mindig vannak olyan cél élelmiszerek, amelyeket vizsgálunk, de idén természetesen, mint ahogy minden évben a szaloncukor, tehát az édesipari termékek, de a hústermékek is, a füstölt, illetve nyersusok, és mivel tudjuk, hogy Magyarországon az év ezen szakában fogy a legtöbb hal, így mind a feldolgozott hal termékekre, mind az élő halra oda koncentrálunk. Igen, hát ez nyilvánvaló, hiszen a gasztronómiai hagyományokat figyelembe véve a hal és a füstölt áru az egyik oldalról, és ahogy ön is említette, az állategészségügy is fontos, és nem csak az élelmiszer. Kezdjük az élelmiszerbiztonsággal, hiszen most azért tapasztalhatjuk, hogy kinyílt a piac, ha úgy tetszik, elképesztő mennyiségű, ha már a Mikulást is ide vesszük, mert Mikulás is rengeteg fajta van, de szaloncukron dömping van az áruházakban. Milyen volt a szaloncukor minősége, hiszen mi ezt nagyon nehezen tudjuk megállapítani, hiszen mind szép, egyként szép, ha úgy tetszik. Igen, hát ugye a szaloncukorra külön élelmiszerkönyvi előírás is van, és érdekes módon a szaloncukorhoz maga a csomagolása is hozzátartozik, tehát ez az egyedi csomagolású cukorkát hívják tulajdonképpen szaloncukornak, de természetesen a belső minőségi követelményeknek is meg kell, hogy feleljen. Ezt vizsgáljuk, illetve vizsgáltuk mind a jelölés megvizsgálásával, tehát azt a kis címkét, hogyha az ugye csomagolt volt, tehát egy zacskóban voltak ezek a szaloncukrok vagy dobozban, akkor pontosan meg lehet nézni az összetételét a mellette levő vagy a rajta levő címkén. Ezt is leellenőriztük, illetve most kiemelt feladatunk volt, hogy mintát küldjünk a laboratóriumba, ahol az allergéneket vizsgálták a szaloncukorba. Ugye azt már többször elmondtam, hogy az allergén tartalmat fel kell tüntetni az élelmiszerek jelölésén, ugyanis ez egy alattomos betegség, mert hogyha egy allergiában szenvedő fogyasztó ezt elfogyasztja, akkor nála akár súlyos egészségügyi tünetekkel is járhat. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem érkezett vissza a laboratóriumból kifogásolás, tehát amely termékeket mi megvizsgáltunk, azokat az allergéneket tartalmazták, amelyek különben is fel voltak tüntetve. Méltatlanul kevés szó esik ebben az időszakban a zöldség és gyümölcs vásárlásról, az pedig a szokásaink alapján egyrészt azért, mert hogy többet vagyunk otthon az ünnepek idején, másrészt pedig sokkal több olyan gyümölcs fogy, vásárolunk több gyümölcsöt, banán, nem sorolom, füge, narancs, amelyet szintén vizsgálnak. Mi a helyzet ezekkel? Így van, idén is az egyik célterület volt a zöldséggyümölcs, illetve azok a déli gyümölcsök, amelyek ilyenkor nagyobb arányban fogynak. Ilyenkor ugye meg kell vizsgálni az eredetet, meg kell vizsgálni, hogy nem tartalmaz-e olyan kémiai szert, amely nem megengedett annál az élelmiszernél. Ezek a vizsgálatok kifogásolást nem jeleztek. No, a hús és húskészítmények, most az élő állatokról később, ez megint csak egy óriási probléma néha-néha. Azt hiszem, hogy erre kiemelten kell figyelnünk nekünk is, de önöknek is.
Természetesen, hát a fogyasztó is sokat tehet a saját maga érdekében, tehát hogyha nem dől be mindenféle olyan kedvező reklámnak, amit maga sem hiszel, néhány forintból nem lehet virslit előállítani, tehát ahhoz, hogy valaki igazán jó minőségű virslit vegyen, ami ugye egy szilveszteri időszakban biztos, hogy nagyon nagy mennyiségben fogyott, hát az pénzbe fog kerülni, tehát mindig legyünk résen, mindig olvassuk el, hogy mi is az a termék, mit tartalmaz az a termék, amit mi meg fogunk vásárolni. Az élelmiszerkönyv is megpróbált, illetve megpróbál folyamatosan szigorodni, hogy virslinek már ne lehessen hívni a bizonyos hústartalom alatti készítményeket, de természetesen az előállítónak megvan arra a lehetősége, hogy egy minőségileg gyengébb, de élelmiszerbiztonság szempontból megfelelő terméket állítson elő, de ezt már nem hívhatja virslinek, ezért is találkozhattunk például pálcikával, vagy rúddal párizsi esetében, párizsi helyett mondjuk sertés rúdnak, vagy baromfi rúdnak hívott termékkel. Ez azért olcsóbb, mert jóval kevesebb hús tartalmaz. Esség szó, mielőtt arról beszélünk, a házi disznóvágások idejét éljük ebben az időszakban. Ilyenkor a figyelemfelhívásnak köszönhetően azért csak-csak jobban vigyáznak az emberek, viszont arra nagyon kell ügyelnünk, hogy amikor forgalomba kerül, hiszen ne legyenek illúzióink, a házi disznóvágások egy részét, az viszont eladásra készül. Hát erre azt kell, hogy mondjam, hogy a házi disznóvágásból kereskedelmi forgalomba nem kerülhet termék. Egy esetben kerülhet, hogyha egy kis termelő az úgynevezett vendégasztal keretében, kistermelői vendégasztal keretében egyből késztermékként, mondjuk akár rántott húsként fel is szolgálja a nála vendégeskedő fogyasztóknak azt a terméket, de ez csak úgy lehetséges, ha bejelentkezik a járási hivatalnál, mint kistermelő, és mint kistermelő így folyamatos ellenőrzés alá kerül, és csak a saját sertését dolgozhatja fel ebben az előállítási lehetőségben. De a házi disznóvágásokra visszatérve, ennek ilyenkor téli időszakban nagyon nagy hagyományai vannak, és ettől függetlenül azért rengeteg dologra oda kell figyelni, amit nem biztos, hogy mindenki tud. Egyrészt például az állatvédelmi törvények, azok a házi disznóvágás során is élnek. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő kábításról gondoskodnia kell annak a gazdának, aki disznóvágást rendez. Utána pedig a feldolgozás során oda kell figyelni a higiéniai előírásokra. Tény, hogy ezért nem fog büntetést kapni, ha nem figyel oda, de a család elég nagy büntetést kaphat azzal, hogyha valamivel beszennyeződik az a termék. És utána, ahogy az előbb is elmondtam, azt a terméket hosszabb, rövidebb időn belül elfogyasztja a család. De közfogyasztásra ezen a formán nem kerülhet. Hal. Volt szerencsém beszélgetni még karácsony előtt, ugye üdvözöltük a kormány döntését, hogy 27%-ról januártól 5% a hal áfája, és Lévai Ferenccel váltottunk szót arról, hogy ők, ahogy ön is fogalmazott, most már ettől a pillanattól kezdve lesz ilyen, hogy magyar védjegy. Tehát amikor a hal minőségét figyeljük, az élő halra gondolok itt elsősorban, akkor tudnunk kell, és önök figyelnek arra, hogy az honnét származik? Természetesen minden élő hal szállítmányhoz dokumentumot kell csatolni, és ezzel a dokumentummal érkezik meg a forgalmazó helyre. Tehát amikor mi kimegyünk egy-egy ilyen ellenőrzésre, akkor vizsgáljuk a dokumentációt, tehát mivel került be az az élőhal szállítmány abba a forgalmazó egységbe. És ilyenkor ki kell derülni annak, hogy Magyarországról származik az a termék, vagy sem. És utána, ha valamilyen nem megfelelőséget tapasztalunk, akkor úgynevezett nyomozást folytatunk,
ha az más megyéből származik, akkor értesítjük azt a másik megyét, illetve rákérdezünk, hogy tényleg származhat-e onnan ez a termék. Ha pedig Fejér megyei, mert azért Fejér megyében elég sok haltermelő van, hogy így mondjam, akkor pedig ott végzünk ellenőrzést, és visszamegyünk egészen a halastóig, hogy származhatott-e onnan az a termék. Értem. És nyilván a hal készítmények azra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a hús készítményekre, a konzervekre, tehát bizonyos értelemben azt ugyanolyan formában vizsgálják. Természetesen, mivel a halhús romlékonyabb, mások a hőmérsékleti kritériumok, de ugyanazok a szabályok vonatkoznak, halból készült élelmiszert megfelelő körülmények között lehet csak előállítani és forgalmazni. Nos, azt mondják, hogy a mostanság ebben a világban nincs ünnep, csak vásár. Ezt karácsonykor különösen megtapasztalhatjuk, hiszen remek karácsonyi vásár volt itt Fehérváron is. Mi a helyzet a vásárokkal? Hiszen az ilyen ünnepi vásárok azért rendkívül, azt mondom, hogy biztató, hogy egyre kevesebb a rossz minőségű élelmiszer, ami nem az, aminek kéne lennie, de ezt tudják ellenőrizni. Természetesen ellenőrizzük. Kint voltunk az idei fehérvári karácsonyi vásárban is, és ez egy kiemelt célterület ebben az időszakban, tehát ott is kell lennünk a vásárokon. Ilyenkor mindig van egy vásárszervező. Ezzel a szervezővel lehetőleg felvesszük a kapcsolatot, hogy mik azok a szabályok, amelyeket be kell tartania neki, mint vásárszervezőnek, kit engedhet be egyáltalán arra a vásárra. Ha megfelelő dokumentumokkal rendelkeznek a termelők, illetve a forgalmazó egységek, akkor megjelenhetnek a vásáron. Általában a nulladik napon mi körbejárjuk az ilyen vásári területet, és elmondjuk, vagy odaadjuk tulajdonképpen egy lapon, hogy mik azok a szabályok, amelyeket be kell tartania annak az élelmiszer forgalmazónak, és utána szúrópróbaszerűen ellenőrizzük. Tehát is ezt. A sült kolbásztól a hurkán, a pecsenyén át, a kürtös kalácsik, ha úgy tetszik. Természetesen mindenkinek meg kell felelnie a rá vonatkozó szabályoknak. Bor, borászati termékek, egyéb italok, erre kell-e figyelniük karácsony tájékán ünnepekkor? Természetesen, ilyenkor ugye szilveszter környékén a pezsgőfogyasztás ugrik meg, de a karácsonykor is egyre jobb és jobb minőségű borok kerülnek az asztalra, és ezeknek a boroknak szigorú szabályai vannak, hogy mely bortételek forgalmazhatóak. A Nébih ad egy Lajstrom számot, amelynek mindig rajta kell lennie a csomagoláson. És természetesen ettől függetlenül a beltartalmat is vizsgáljuk. Nos, ha összegezzük, nyilvánvaló, hogy még konkrét és pontos eredmények nincsenek, de általában milyen tapasztalatokat tud megosztani velünk? Számszerű adatokkal már tudok szolgálni. Ebben a kiemelt időszakban több mint 100 ellenőrzést végeztünk, és majd 200 tétel élelmiszert részletesen is megvizsgáltunk, és ebből néhányat, ahogy mondtam, laboratóriumi vizsgálatra is küldtünk. Hál' Istennek a laboratóriumi vizsgálatokról elmarasztaló eredmény nem érkezett vissza, és egy olyan élelmiszerforgalmazó egység volt, ahol olyan higiéniai hiányosságok voltak, ami miatt a figyelmeztetés szankciójához kellett nyúlnunk. Ez mind, a figyelmeztetés a legenyhébb szankció, amelyet ki tudunk róni. Ez azt jelenti, hogy a Fejér megyei vállalkozások, vagy a Fejér megyében élelmiszert forgalmazó cégek megpróbálnak megfelelni mindenképpen a jogszabályi előírásoknak. Mindig vannak apró hiányosságok, de vannak, amelyek azonnal elháríthatóak, illetve hogyha komolyabbal találkoztunk volna, akkor más szankciókhoz is nyúltunk volna, de hál' Istennek nem volt erre szükség. Főorvos úr, köszönöm, ezek reménykeltő hírek voltak. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták. Vendégem Szíbert Gergely volt, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonság és földhivatali főosztályának vezetője, megyei főállatorvos, és arról beszélgettünk, hogy milyen tapasztalatokkal bírnak az év végi élelmiszer ellenőrzésekről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.